Terminátor új epizódjának a trailere. Hát már a címből láthatjuk, hogy Arnold Schwarzenegger visszatér a filmvászonra. 2015-ből a látvány önmagáért beszél. Robbantások. Tehát nem nekem találták ki ezt a féle akciót. Terminátor nekem soha nem jelentett sokat. Tőlem rendkívül távol áll ez a műfaj, ezt megmondom őszintén. Már a filmművészeti egyetemen is kinevettek, hogy Arnold Schwarzenegger az egyik példaképen. Keresem Schwarzeneggert. Az az akarat, amivel ő először Grazból elindulva testépítő bajnok lett. Ó, Isten, mit vannak itt? Utána később filmsztár lett. Ez olyan, mint a Transformers. És aztán később pedig politikus, kormányzó lett. Ez ilyen szuperhősös sztorik. Nem mozgattak. És csak azért nem lett elnök, én ezt vallom, mert nem amerikai születésű. Nem pörgett fel úgy, mint kis Grófó. Ja, és egyébként egy Golden Globe díjat is kapott. Igazi felkelés, robot felkelés. Egyébként tényleg zseniálisan vannak felvéve, hiper szuper az utómunka, nem tudom, a számítógépes trükkök. A Transformers-eket láttam, a Terminátorokról fogalmam sincs, hogy mit csinálnak. Hozzám nem áll közel ennyire ez a cyborg világ. Az elsőt láttam nagyon-nagyon régen. Itt változtak amúgy a szereplők, nem tudom. Vegyük azt, hogy különösen a kettő James Cameron rendezésében azért az egy filmtörténeti klasszikus, egy mérföldkő. A technika az, ami lélegzetelállító. Én ezekben mindig kimaradtam, nem volt tévénk, ilyen kecskepásztorlány voltam. Most így nézem ezt az előzetest, és nem nagyon bizserek semmi bennem. A Marveleket például imádom, tehát hogy ezekkel nincsen bajom. Túlkoros Terminátorként még most is pusztít. De igazából senki nem mondja el, hogy miért harcolnak. Az önirónia az nyomokban tetten érhető. Ennek nem örülnének a terminátorosok, azt hiszem. Már nehezen hisszük el, hogy ő átmegy a falon. Hány éves? Nem tudom, 70 körül már az öreg? Tehát ez egy akcióvígjáték lesz, én úgy látom. Bár tényleg piszok jó. Ki fognak borulni, hogy nekem fogalmam sincs, hogy működnek ezek? Kaptam egy csomó szuperhős, meg katonát. Ez egy kék farkas ember? Na már, ez jó, ezt is van. Ez nem tudom, ez melyikben van, ez a hákban van, vagy valamelyikben. És miért nincsenek itt nők? Ők lesznek a szereplőim, bemutatom nektek. Papa, mama, gyerekek. Legyen ő Rob. Forzalom, nőket akarok, ő lesz a lány. Nekem az lesz a jelenetem, hogy ők leülnek ide, és kibékülnek, egy társadalmi konszenzus lesz. Papa megkérdezi, fiam, mi történt az iskolában? Semmi, megint 6 embert legyőztem. És van egy olyan ork, aki mondjuk a társadalom legsötétebb vonalát reprezentálja. Hihetetlen úr és farkas ember fog megküzdeni. Ilyen párzási táncra gondoltam. A fő gonosz jobb kezemben és a fő jó fej, az Incredible John, az Empire State Building tetején vívja a harcát. Egy bolygóért és egy hölgy szívéért. Akciójelenet következik. Valami ilyesmi. Éppen rohadtul csatában vannak, gyilkolják egymást. Na a lényeg, hogy itt már teljes a káosz. Ez egy apokaliptikus, romantikus dráma. Kiüti a rossz fiú lábát és leesik az Empire State Building tetejéről. Felülkerekedett mindenen. Incredible-ben még lemegy, és egy félmondattal, kis ilyen szomszédokos félmondattal, ami megtanítja a főgonoszt, hogy ne legyen gonosz, mert a tejára nőni fog. A végén megadja magát, és azt mondja, igazatok van. További tartalmakért azonnal klikkeljetek a petofilife.hu-ra.